Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, szeptember 22-én, kedden 19 óra 45 perckor. Mai adásunkban először ellátogatunk a megújult Vörösmarty emlékház avatójára, majd köszöntjük Spány Antal megyéspüspököt, a Magyar Művészeti Akadémia kitüntetettjét. Ezután megtekintjük a székesfehérvári bélyeggyűjtőkör idei kiállítását, végül pedig köszöntjük a képzőművészet és irodalomrajongókat, akik a Köfém művelődési házban találkoztak. Tartsanak velünk! Kápolnás nyéken felavatták a Vörösmarty emlékházat, az ünnepség keretében Aponyi Albert gróf szobrával is gazdagodott a kúria parkja. Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt, ez, melyhez minden szent nevet egy ezred év csatolt. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai, itt törtek össze Ravigát Hunyadnak karjai. A nádasdi grófi család egykori gazdatiszti házadban töltötte gyermekkorát Vörösmarty Mihály. Az épület az Irodalmi Emlékház program keretében újult meg, s vált az ország legjelentősebb Vörösmarty emlékhelyévé. A kúria nagy része interaktív módon mutatja be a szózat költőjét, életét és munkásságát. A kiállított anyagot a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Szent István Király Múzeum szakemberei kezelik. 220 éve született Kápolnásnyéken Vörösmarty Mihály, a magyar irodalom legnagyobb alakja, a szózat költője. Az emlékházban, amely mellett most beszélgetünk, 1950 óta van múzeum, és ez a múzeum már nagyon rászorult egy korszerűsítésre és felújításra. Az elmúlt két évben mind belülről, tartalmát tekintve, mind kívülről megújítottuk a múzeumot. Óriási nagy változáson ment keresztül az épület is és a környezete is, hiszen a parkját, az épület eredeti parkját visszavettük, és újra park és egy szabadtéri színpad várja a látogatókat. A mellettünk álló klasszicista kúriában mindösszesen két teremben volt kiállítás az elmúlt években. Most az egész kúria egy fantasztikus színvonalú kiállítással várja a látogatókat. A Petőzső Múzeum munkatársai Vörösmarty életművére irányítják rá a figyelmet, és a Szent István Király Múzeum segítségével, Bányai Balázs irányításával létrejött egy kis terem, amelyben a ház Vörösmarty utáni tulajdonosai, Kressz Géza, Kressz Mária, tehát a Kressz család tagjai előtt tisztelgünk. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos irodalmi emlékhelyen lettünk gazdagabbak, vagy leszünk gazdagabbak a mai napon, amikor átadjuk a múzeumot, és nagyon bízom benne, hogy ez a korszerű kiállítás ide fogja csalogatni Fejér megye irodalomtanárait és diákjait is. Rodi Cseszter a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola elnökeként sokat tette azért, hogy a halászkastély után Kápolnásnyék immár megújult környezetben köszönthesse a magyar nemzet egyik kimagasló költőjét a ház felújításával és egy méltó kiállítás megrendezésével. Nagyon örülünk neki, hogy ma mi is itt lehetünk, hiszen a Népfőiskola vállalta, hogy a Vörösmarty emlékévet megszervezi és lebonyolítja. Tulajdonképpen a mai alkalom az emlékévnek egy kiemelt eseménye. Sok mindennel készültünk, nyilván van, amit meg tudunk ebből valósítani, és lesz, amit sajnos a vírushelyzet miatt nem biztos, hogy sikerül. A mai megnyitó egyrészt azért fontos, mert valóban egy nagyszerű emlékhely, Vörösmarty Mihály valaha itt élt. Ez az emlékhely megújulhatott, az épület végre rendbe jött, rendbe hozták, és a benne megnyíló kiállítás is egy fantasztikus 21. századi színvonalat képvisel, úgyhogy nagyon nagy teret fog adni a múzeumpedagógiai foglalkozásoknak, a fiatalok bevonásának, aminek én személy szerint különösen nagyon örülök. És nyilvánvalóan a szoboravatás és az ehhez kapcsolódó megemlékezés, Trianon, a Kárpát-medencei magyarok összetartása, összefogása is nagyon fontos számunkra, a Népfőiskola számára. Úgyhogy úgy hiszem, hogy ez a mai délután nagyon sokszorosan lesz ünnepélyes. Ha kitisztul az ég fölöttünk, milyen programok várnak a érdeklődőkre itt az emlékházban? Ahogy említettem, nagyon nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a fiatalok bevonására. A mai napot is úgy terveztük, hogy az iskolások egész nap itt lesznek, és részt vehetnek különböző foglalkozásokon, de sajnos a rendelet ezt megakadályozta, úgyhogy ők nem tudnak ma itt lenni, de tervezzük, hogy amint lehetőségünk van az iskolából kicsalogatni a fiatalokat, akkor mindenképpen bevonjuk őket. Amíg ez nem lehetséges, addig meghirdettünk egy országos rajzpályázatot, illetve egy szavalóversenyt is. Erre még mindenki pályázhat, jelentkezhet, és aztán
egészen december 1-ig Vörös Marti Mihály születésnapjáig nagyon sok programmal készülünk, ami a honlapon megtalálható. Az avató ünnepségen Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár hangsúlyozta, a magyar nemzet akkor létezhet csak, ha megvédi és megőrzi szellemi és épített örökségét. Fekete Péter a 220 éve született költőről úgy fogalmazott, Vörös Marti Mihály már több mint 150 éve tudta és hitte, hogy a legszentebb dolog a nemzetért való feltétlen küzdelem. A magyarság múltját ismerve felmérte, őrlánknak kell lennie, s megérzése számunkra is iránytű kell, hogy legyen, fogalmazott, hozzátéve, ma is természetesnek kell lennie a hazaszeretetnek, múltunk értésének, s amíg így él a magyar, addig nem érheti baj. Dolgunk a világon, küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll, ha azt kivittuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál oly magasba tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink porához, köszönjük élet, áldomásidat, ez jó mulatság, férfi munka volt. Tisztelt hölgyeim és uraim, 1844-ben írta Vörös Marti Mihály a Gondolatok a könyvtárban című versét, melyből ezt a néhány sort idéztem. Ekkor még a 48-as forradalom és szabadságharc előtt járunk, és ekkor még Vörös Marti igazán hisz egy jobb kor reményében, és mindezért rengeteget tesz is. Szenvedéllyel veti bele magát az akadémiai munkába, és hittel vallja, legszentebb vallás a haza, s az emberiség. Több mint 150 évvel ezelőtt Vörös Marti tudta és hitte, hogy a legszentebb dolog csak is a hazáért, a nemzetért való feltétlen küzdelem, a cselekvő hazaszeretet. Fontosnak tartotta a magyarság múltját, és kristálytisztán látta, hogy ha valóban méltó akar lenni az elejéhez, akkor az őrlángja kell, hogy legyen a küzdelemnek. Annak a küzdelemnek, mely akkor, az 1800-as években fejlődésbe lendítette, újjá szülte a magyar nemzetet. Amit akkor Vörös Marti megérzett, azt kell, hogy számunkra is iránytűként szolgáljon, hogy számunkra is természetes legyen a nemzetért, a hazáért való önzetlen cselekvés, a haza szeretet, a múltunk értése és tisztelete. És amíg mi eszerint élünk, addig nem érhet baj bennünket. Amíg nekünk is fontos a nemzeti öntudat, az identitás, addig jó úton járunk. Az emlékház avatása után a résztvevők a Csayági Laura színpadon idézhették meg Aponyi Albert gróf 1920. január 16-ai beszédét, amely Trianonban hangzott el hazánk védelmében a szégyenteljes békediktátum kihirdetése előtt. A mi szemünkben a tegnapi napot a mai naptól a béke feltételeknek hivatalos megismerése választja el. Érzem a felelősség roppant súlyát, amely reám nehezedik abban a pillanatban, amikor Magyarország részéről a béke feltételeket illetőleg az első szót kimondom. Nem tétovázom azonban, és nyíltan kimondom, hogy a béke feltételek úgy, amit önök szívesek voltak azokat nekünk átnyújtani, lényeges módosítások nélkül elfogadhatatlanok. Tisztán látom azokat a veszélyeket és bajokat, amelyek a béke aláírásának megtagadásából származhatnak. Mégis, ha Magyarország abban a helyzetben állíthatnék, hogy választania kellene ennek a békének az elfogadása és visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ, helyese öngyilkosnak lennie, nehogy meghalljon. Az ünnepség keretében felavatták gróf Aponyi Albert szobrát is a Kúria parkjában, amit Pokorni Attila szobrászművész alkotott. Elsimon László elmondta, hogy Aponyi a tanácsköztársaság idején és híres trianoni védőbeszéde előtt Fejér megyében bujdosott, éppen Vörös Marti gyerekkori házának kertjében. Megjegyezte, hogy a szobor közadakozásból létesült, a felállításához szükséges forrás néhány nap alatt gyűlt össze. A trianoni békediktátum 100. évfordulóján szobrot állítunk Aponyi Albertnak. Ő volt az, aki 1920. január 16-án a párizsi béketárgyaláson a magyar nemzet nevében védőbeszédet tartott. Ez egy nagyszerű és máig ható beszéd volt, amely visszaadta a nemzetnek akkor az önbecsülését és a hitét.
azt gondoljuk, hogy ez az alkalom méltó alkalom, ez az időpont, ez az évforduló méltó alkalom arra, hogy Apponyinak szobrot állítsunk, Pokorni Attila erdélyi származású kiváló szobrász alkotását. Ráadásul a felállításához a műnek kevesebb, mint 3 hét alatt közalakozásból össze is gyűlt a szükséges forrás, ami azt gondolom, hogy jelzi Apponyi nagyságának a nagyságát és az életművének a hatását. Fontos megemlíteni, hogy a Vörösmarty Emlékmúzeumnak a parkjában állítjuk fel ezt a szobrot. Azt tervezzük, hogy itt olyan a magyar nemzet szempontjából fontos történelmi személyiségeknek fogunk emléket állítani, akikre méltán emlékezhet az utókor, és egy-egy osztálykiállítás alkalmával, amikor idejönnek a fiatalok és megnézik a Vörösmartyról szóló kiállítást, akkor a parkban sétálva más jeles személyiségeknek a munkásságára is rá lehet irányítani a figyelmet. Az emlékév keretében a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola rajzpályázatot és szavaló versenyt hirdetett, amely méltó felidézése a költő életútjának, és Bányai Balázs történész tollából rövidesen megszületik az a hiánypótló kötet is, amely az emlékház múltját hivatott bemutatni. Spányi Antal megyéspüspök vehette át a Magyar Művészeti Akadémia aranyérmét. A rangos elismerést a művészeti tevékenységek segítéséért ítélte oda a szakmai grémium. Az idei évben Spányi Antalnak, a Székesfehérvári Egyházmegye megyéspüspökének, a Katolikus Rádió vezérigazgatójának adományozták a Magyar Művészeti Akadémia aranyérmét, a magyar építészet értékeinek gyűjtése, publikálása során kifejtett tevékenységéért. A díj ünnepélyes átadását a Pesti Vigadó dísztermében tartott ünnepi közgyűlés keretében tartották. Úgy gondolom, hogy jól esik az embernek, amikor a munkáját értékelik, bár világos előttem, hogy ez nem csak az én munkámnak az elismerése, hanem a munkatársaimnak a munkáját, fáradozását, szakértelmét is elismeri ez a munka, ez a dicséret, ez a kitüntetés, ez a díj, hiszen egyedül erre én képtelen lettem volna, hogy önmagamban mindent megtegyek, amit meg kell tenni. Egyébként az, ami itt történik, egy folyamat része, hiszen az egyház mindig is pártolta a művészeteket. Miért tette ezt? Azért, mert az Istent látta minden szépnek a forrásának. Istent látta az egyház a maga szépségében, teljességnek. És a művészetek ebből a teljesen szépből valamit megmutatnak. Minden igazi szép művészeti alkotás Istenből mutat valamit, Isten hozza közelebb az emberhez, még akkor is, hogyha nem angyalok és nem különleges szentek szerepelnek az alkotásban, de a szépség önmagában emeli az embert, nemesíti, szebbé és jobbá teszi a szívét és a lelkét. Tetszik, nem tetszik nekünk a fenntartható fejlődés záloga mindenképpen, hogy forrás is jusson a felújításokra, illetve az új programokra. Ezt hogy sikerül elérni, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy gazdálkodni is kell. Gazdálkodni kell, és ez egy komoly kihívás mindig. Mindig arra törekszünk, hogy a magunk bevételeinek egy részét ilyen célokra fordítsuk, hogy megőrizzük, amit eleink teremtettek, összegyűjtöttek, az maradjon meg a későbbi korok számára is, és mindig próbálunk keresni forrásokat, a kormányzattól keresünk forrásokat, azoktól a erőktől, ahol erre lehetőség nyílik, és hála Istennek megkaptuk azokat a erőket, amikre szükségünk volt, hogy ebben az esztendőben és most az elmúlt közeli időben azt hiszem látványosan tudott az egyházmegye ilyen téren előrelépni. Ha csak Székesfehérvárnál maradunk, itt vagyunk a püspöki palotában, ami megszépül, megújul. Befejeződött ugye az Egyházmegyei Múzeum felújítása, azt hiszem, hogy az mindenki csodájára jár, és hát a Szent István Művelődési Ház is előrelépett. Ezt gondolom, hogy nagy lépés. Valóban nagy lépés, létrejött, elkészült a látogatóközpont is, és ezen túl, Székesfehérváron túl egy nagyon jelentős munka folyik Ercsiben,
a bodajki kegyhely, ami a legősibb kegyhelye Magyarországnak, úgy gondolom, hogy csodálatosan megújult, kibővült, és sokkal nagyobb lehetőségeket tud biztosítani az zarándokoknak a lelki elmélyülésre, a megpihenésre, feltöltődésre, és az a bizonyos szentek útja, a szent család útja, amely elvezett egészen Vértessomlóig, ott is egy játszótér, és a templomnak a felújítása folyamatban van. Elkészült a játszótér, és a templomban is nagyon izgalmas, szép, régi freskó töredékeket, építészeti emlékeket találnak a régészek. Azt hiszem, hogy ezzel együtt az egész egyházmegyét, mint egy átölelve tudtuk megemelni és gazdagabbá tenni ilyen vonatkozásban is. A rangos elismerés megerősítés valamennyi az egyházmegyében élő hívőnek és nem hívőknek, akik munkájukkal, adományaikkal hozzájárultak a magyar kultúra és művészet társadalmi elismertségének emeléséhez. Megnyit a Zenefestészet és a Művészet című bélyegkiállítás a Vokéban. A Vörösmarty Mihály Művelődési Házban rendezett tárlaton öt gyűjtő legjelesebb darabjait tekinthették meg az érdeklődők. A Voké Vörösmarty Mihály Művelődési Házban nyílt meg a 95 éve alakult székesfehérvári bélyeggyűjtőkör hagyományos éves kiállítása. A Filatélia fehérvári apostolait Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte a jeles alkalommal. Több évtizede működik a városi bélyeggyűjtőkör itt Székesfehérváron, és hát azt gondolom, hogy aki látja ezeket a bélyegeket, elámul, hogy gyakorlatilag nem csak arra használhatjuk ezeket a bélyegeket, hogy levelet adjunk föl, bár most így a 21. században már egyre kevésbé használunk ilyen jellegű kommunikációs lehetőséget, de hogyha körbe tekintünk, akkor láthatjuk, hogy milyen fantasztikus művészi alkotások is ezek a bélyegek, és azok, akik ennek a szenvedélynek hódolnak, pedig olyan értékeket tudnak megmenteni az utókor számára, ami azt gondolom, hogy felbecsülhetetlen értékű. Ezután is köszönöm azoknak a gyűjtőknek, akik most már évek, évtizedek óta hódolnak ennek a szenvedélynek, hiszen itt valóban értékek vannak, amelyeket megőriznek, cserélnek, egymásnak átadnak, és azt gondolom, hogy egy olyan fontos kommunikációs eszköz része a bélyeg, amely meghatározta az elmúlt évtizedek világát és országát is itt hazánkban. Úgyhogy én ajánlom mindenkinek, hogy tekintse meg ezt a kiállítást, és köszönöm még egyszer a kör tagjainak, hogy ápolják ezt a hagyományt, és megőrzik ezt az értéket az utókornak. A Zene és Festészet Művészet Bélyegeken című tárlat tematikája okán is különleges, hiszen a bélyegek komoly művészettörténeti jelentőséggel is bírnak. Olyan motivumrendszert képviselnek, ahol a tematika sokszínű, jószerivel végtelen. Hát mindenféleképpen egy nagyon, nagyon színes és nagyon értékes anyag kerül újra a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtőkör éves kiállításán a látogatók, a bélyeggyűjtők, bélyeggyűjtőtársaim elé. Amit tudni kell, hogy pár évvel ezelőtt egy könyv a kezembe került, Dr. Forgó Béla magyarországi bélyegekről készült könyve, és kicsit járt az agyam, hogy lehetne az ott benne, abban a könyvben levő anyagokat egy kicsit megmutatni, és megkerestük Dr. Forgó Bélát, kértük, hogy mutassa meg ezt a egy részét ennek az anyagnak, és sikerült az ő anyagaiból is kiállítási anyagot készíteni és elhozni ide. Másik gyűjtőnk társunk dr. Lippai József, aki évek óta rendszeresen magyarországi, regionális, illetve országos, nemzetközi kiállításokon állít ki anyagokat, az ő a zene világát ábrázoló bélyegek gyűjtésével foglalkozik, az ő anyagai nagyon-nagyon értékes, széles és díjazott kiállítási anyagot hozott el hozzánk, illetve három gyűjtőtársunk a festészet, a Tretyakov képtár, a festők önarcképeivel kapcsolatos anyagot mutatja itt be a Voke Vörösmarty Művelődési Házban. Nagyon fontos ez a sokszínűség, én azt gondolom, annál is inkább, mert hogy a bélyeggyűjtés örök, ahogy tetszik. Hogyan lehet ezt fenntartható fejlődésként értékelni? Hát ez már maga fenntartható fejlődés, hogy még mindig van bélyeg, és még mindig vannak bélyeggyűjtők. Ugye a Székesfehérvári Egyesület a fellel dokumentumok alapján 1925 környékén jött létre, kezdte el azt a fajta gyűjtőmunkát, bemutató kiállítás munkát, amit aztán az elmúlt 30 évben
megerősödve újra foglalkozott ezzel, foglalkozik ezzel a Városi Bélyeggyűjtőkör, és igazándiból ma a csökkenő gyűjtő mellett szeretnénk mindenki számára, akit a szépség, a művészet érdekel megmutatni, hiszen gyönyörűek ezek az apró kicsi bélyegek, amin nagyon kiváló, nagyon jó minőségű grafikai munkák vannak, láthatók, és természetesen itt a kiállításanyagok mellett leírások is vannak, hogy ki szerepel, és milyen módon ezen a kiállítási kereten. Természetesen a mai világban, amikor az elektronika és a számítógép, telefon köré kerülünk, akkor jó, én úgy gondolom, megállni egy ilyen tárló előtt, végignézni a csodálatos bélyegeket, és ezeknek a történetéről, a rajtok személyek történetéről is elgondolkodni. A tárlaton 8 témakörben 5 gyűjtő állította ki bélyegeit, Forgó Béla a Vöröskereszt javára kiadott francia bélyegeivel jelentkezett, amelyeken festményeket és egyéb művészeti alkotásokat csodálhattunk meg. Nem vagyok benne biztos, hogy minden gyerek bélyeggyűjtőnek születik, én se annak születtem, de a szülői példa az nagyon-nagyon sok mindenkit befolyásol, és hát így láttam én is édesapámnál, úgyhogy én olyan 4-5 éves korom óta ültem ott mellette hétvégeken, amikor a bélyegeit rendezte, és hát előbb-utóbb bevont ebbe a tevékenységbe, és hát akkor még volt olyan is, hogy ifjúsági bélyeggyűjtőkör, aminek én Sopronban tagja voltam, hogy hát utána azért bekövetkezett ebbe egy 40 évnyi szünet, mert amikor elkerültem Sopronból egyetemista évek, aztán meg a munka nem igazán tette lehetővé, hogy az ember a bélyeggyűjtési szenvedélyének hódoljon, mert ehhez idő kell. Tehát ezt nem lehet úgy, hogy az embernek van fél órája, és akkor azt mondja, hogy rendezi a bélyegeit, ezt az ember kirakja, akkor ott 4-5-6 napig azok ott vannak, és akkor azzal foglalatoskodik az ember éppen, hogy akkor melyik országot, melyik tematikát rendezze. Ugye az, hogy művészbélyegeket állítok itt ki, ez még 90%-ban az édesapámnak a munkáját tükrözi, ugye ő kezdte el a művészbélyegeket gyűjteni, amit én aztán megpróbáltam folytatni. Ez a kiállított anyag most francia művészbélyegeket tartalmaz. Azt külön érdekességképpen említem, hogy van egy a túloldali tablók, azok olyanok, ahol két tematika ötvöződik, mert művészbélyegek, tehát festmények, szobrok bélyegeken, és ezen kívül pedig a Vöröskereszt javára történő kiadások, hogy ami egy külön gyűjtési ág is nagyon sok ember részére. Tehát a művészbélyegek azok egyrészt mondom abból, hogy gyerekkorban ezt láttam otthon, másrészt pedig egyébként is izgalmas számomra mindig a képzőművészet, tehát ahol tehettem a képzőművészeti múzeumokat mindig látogattam, és ez külön nagy öröm, amikor az ember azzal szembesül, hogy na, ez a híres festmény, legyen az egy Renoir, egy El Greco, vagy akárki. De ez az én, hiába nézem most itt a Louvre-ban, vagy a Prádóban, ez megvan az én gyűjteményemben egy miniatűr formában. A tárlaton emellett feltűntek neves művészek festményei, megismerhettük Beethoven és Liszt Ferenc életét, és bepillantást nyerhettünk a világhírű Tretyakov galériába is. Újra várja a látogatókat a Köfém Művelődési Ház, az első találkozón egy kiállítás és egy könyvtár bemutató keretében a képzőművészet és az irodalom barátok előtt tisztelektek. Egy egészen kivételes látásmód és színvilág fogadta a Köfém Művelődési Ház kiállítására látogató képzőművészet barátokat. A Simonen Veronika tanítvány Vacsi Marcsi tárlatán látszólag hétköznapi történetek, tárgyak elevenedtek meg olyan alkotói attitűdben, ami egyszerre gyönyörködtet és elgondolkodtat. Nagyon jó oktató sikerült Simonen Veronikához kerülnöm, aki belevitte be az egészbe, hogy fessek, és nagyon hálás vagyok érte, hogy ennyi technikára megtanított, és hogy 5 év alatt ennyit fejlődtem. És közben a nagylányom írt egy könyvet, és megkért, hogy csináljak egy borítót neki, és ezt ugye én készítettem, én festettem.
és hogy miként választ témát és színvilágot valaki, akit érdekel a fényekben fürdő világ, a virágok, a természet, mindaz, ami körülvesz bennünket napról napra? Általában úgy, hogy nézegetem az interneten a képeket, hasonlókat csinálok, meg hát ugye a Veronikának a tanfolyamain is nagyon sokat alkottam. Mikor milyen indítatás van benne, milyen hangulatban vagyok. Ez attól is függ. A színek is, az, hogy mit festek, tájképet, vagy esetleg valami mást. A tárlatot követően mutatkozott Bevacsi Viola és Horváth Irma Tükörvény című regényével, ami egyszerre tükör, egyszerre örvény, és mellette törvény és törvényszerűségek az életről, a mindennapokról. Én a történelmi részét adtam, de ő pedig a művészi részét, és e kettő nélkül nem lehetett volna ez a szép könyv itt ma velünk, de nem is kettős, hanem hármas, tehát még sokan mások is szerepeltek benne. Ugye a borítóképet az édesanyám készítette, a benne szereplő képeket Irmának a lánya készítette, és még nagyon sokan mások csatlakoztak, és nem is kettős, hanem hármas. Ez a könyvecske, a tükörvény, a tükörörvény, és még ráadásul ugye a törvény is benne van, tehát egy hármasságról van szó. De akkor átadom a szót Irmának. Is. Törvényszerű volt ez a könyv megszületése? Nincsenek véletlenek. Addig a napig nem gondoltam rá, hogy Violával ketten írunk egy regényt. Amíg nem mondta, hogy ő gondolkodik, hogy el kéne kezdeni valamit, én meg azt mondtam tavasszal, hogy időm van, segítek, vagy megírom helyetted, ezt még viccesen mondtam, és aztán komoly dolog lett belőle. Elkezdtük együtt írni, és egész hamar be is fejeztük. A kiállítás szeptember 7-éig várja a látogatókat. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!